Kívül már teljesen kész bentről, viszont még a folyamatban lévő munkálatok zaja szűrődik ki. Szépen alakul a bridge felújítása, ami közel 140 millió forint pályázati forrásból valósul meg. Energetikai korszerűsítésen esik át a Hallgatói-Oktatói Klub, csak úgy, mint az egyetemi jogi kara és az apácai kar kettes számú épülete. Pillanatnyilag három épület felújítása zajlik Győrben, ezek közül kettőt emelnék most ki. Az egyik a mögöttem található Bridge Hallgatói Klub épülete, energetikai fejlesztés felújítás, nyilászáró csere, fűtéskorszerűsítés, napelemek elhelyezése, külső szigetelés, tehát egy komplex energetikai felújítás zajlik. Az átadás egyébként február közepére várható, és ezzel párhuzamosan pedig az apácai kar kettes számú oktatási épülete, ami a Liszt Ferenc út 17 alatt található, hasonló módon energetikai felújításon esik át. Én azt gondolom, ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk lenni, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, ahhoz szükségesek természetesen elsősorban a kiváló hallgatók és a kiváló oktatók, de legalább annyira fontos az infrastruktúrális háttér megteremtése. Az elmúlt 10 évben országgyűlési képviselőként, közösen Kara Ákossal és a város vezetésével mindig arra törekedtünk, hogy komoly források érkezzenek Győrbe, és ezek közé tartozik a Széchenyi István Egyetem is, ami ugye állami fenntartásban működik, és az elmúlt években több épület is megújult. Ezek a fejlesztések már nem csak a jelennek, de a jövőnek is szólnak, tette hozzá az országgyűlési képviselő. Simo Robert Balázs kiemelte, a következő időszakra is sok elképzelés van a Győri Egyetemmel kapcsolatban, mint például a korábbi kekszgyári kocka funkcióváltása. Ez egy közel 7 milliárd forintos fejlesztés, amelynek az a célja, hogy a hallgatók és az oktatók napi kapcsolatba kerüljenek a gazdasági élet szereplőivel, hiszen ez egy startup lehetőséget is biztosít induló vállalkozásoknak, illetve már működő kis- és középvállalkozásoknak pedig. Azok a fiatal mérnökök, akik itt hallgatóként tevékenykednek és aztán dolgoznak, már a képzés ideje alatt kapcsolatba kerülnek a régióban működő gazdasági társaságoknak a képviselőivel, vezetőivel, tehát elsajátítják azt a gyakorlati tudást is, ami aztán későbbiekben hasznossá válik, és ebből tudnak profitálni. De nem csak a hallgatók profitálnak ebből természetesen, hanem maga a régió és a város is, hiszen én azt gondolom, hogy a kiművelt emberfők sokasága adja azt a lehetőséget, amellyel helyzetbe tudunk kerülni, és helyzet előnyre is szert tudunk tenni, akár Győrben, akár természetesen európai viszonylatban is, hiszen ez egy európai, vagy azt mondhatom világjelenség, hogy már a hallgatók az oktatás időszakában bekapcsolódnak a gyakorlati munkába a gazdasági társaságok kapcsán. A jogi kar, a bridge és az apácai kar épületének befejezési határideje február közepe, de több másik egyetemi épület fejlesztése is zajlik állami forrásból. Ezek összértéke mintegy 4,2 milliárd forint, amiből jóval komfortosabbá válnak a Széchenyi különböző intézményei.